Ja, sziasztok! Szevasztok! Hello, hello! Sziasztok! Mi újság van? Tudom, az előző rész egy kicsit marha hosszúra sikeredett. Ezért ebben a részben lehet, hogy egy kicsit visszaveszünk a fiatalos lendületből, aztán akkor lehet, hogy rövidebbre fogjuk a dolgokat. Egyébként nagyon szomjasak vagyunk, azt látom. Ja, gondoltam, egy kicsit még gyűjtögetek, mert igazából van időm. Akkor miért ne? Elmegyünk, aztán 22 óráig még egy picit gyűjtünk, utána meg akkor kraftolunk, mint az őrültek, mert igazából az éjszaka nem nagyon akarok mozogni, akkor lesz az, hogy akkor kraftolás téma lesz. Ja, egyébként igen, mivel marha szomjasak vagyunk, iszunk egyet. Ez mennyit visz fel? 20%-ot, ígyunk még egyet. Mindjárt jobban vagyunk. Igen, hoppa, kiégett föl, nem nagyon vagyok boldog tőle, de mindegy, bevegyünk ide. Ezért kell szereznem sok fát, mivel meg akarom csinálni belteret. Igazából, igen, a padlózat egyelőre fából fog készülni. Föltétlenül. Elhasználjuk a fa baltát, mert miért ne? De egyébként ebből a fából az a szén is jön. És ebben a részben szerintem folytatni fogjuk az építkezést úgy, ahogy. Egy kicsit bánom, hogy nem. Lehet, hogy bányát azt fogok csinálni, mert nem fogok a föld alatt lakni. Úgy megígértem. És ezt be kéne tartani, viszont lehet, hogy bányát azt fogok csinálni a kő miatt. De ez tényleg akkor csak bánya. Egyébként nem értem, a lyukka étel az. Maga a lyukka az miért nem hidratációt, miért nem ad ennyi erővel, nem? Igen, és akarok egy kertet is minél hamarabb. Bazd, mi ez? Staminám iszonyatosan lassan jön föl. Készítünk még, ugye tudok csinálni, csak az üvegem. Sajnos ez nem valami. Jó, oké, most már azért megy fölfel. Gyerekek, borzalmasan gyorsan megy le a staminám a falvágástól. Ja, egyelőre akkor fából megcsinálok olyan dolgokat, amit később majd kővel, ugye, mit beszélsz, Skipper, nem tudsz beszélni. Kőre ki fogok cserélni. Atlétika képességed növekedett. Igen, egyébként tudom, hogy van ragasztószalagom, lehet, hogy meg kéne a lábecskámat megcsinálni. Régebben nem úgy volt, hogy adott plusz mennyiséget az utolsó vágásnál, amikor teljesen kidöntötted? Valami olyan rémlik, nem? Lehet, hogy akkor tévedek. Ja, megcsináljuk a magát, akarok csinálni egy ilyen kis kecót, amiben gyakorlatilag aludni, lakni fogok. Éjszakára kell izé is, nem kő. Nem tudom, mennyi kő van nálam. Itt jó, könnyen észre lehet venni ezeket a tereptárgyakat. Ugye minden bajomnak megvannak az előnye és a hátránya. Itt például az, hogy itt nagyon könnyen észrevenni a madárfészkeket, meg a köveket, meg mindenfélét. Ó, és rengeteg kaktusz van. Egy lyukkagy ültetvényt fogok legelőször ugye létrehozni. Az lesz a projekt. Az ugye az mindig jó. Ah, jó van, ez elég szerencsés vagyok ebbe a gyűjtögetésbe most. Madarfészek, madarfészek. Ja, és izé, van főzőerényem. Jó, csak nem itt. Basszus, de már viszont nem tudok visszajutni. Vajátok favágás, akkor már ha van. Ebből is ugye ad. Jó lenne szintet is lépnem. Ezt kivágom, aztán megyünk ám. Ezt akkor ott benne ugye építkezgetek. Fú, ezzel nagyon stamina hiányom van. 44. Fogjuk is az íjat. Ugye egyelőre én be tudok ugrani. Hát ne, gyerekek. Marhára remélem, hogy ők nem. Marhára remélem, hogy ők nem tudnak beugrani.
Hát mennyi pillérem van, pillárom van? Nem tudok még ilyet, várja. Tizenegyet még tudok, hát akkor meg is csinálom. Jó. Rengeteg nyílveszőt tudnék csinálni, ami még nekem fontos most. Ja, igen, megcsinálom az alapot. Fából ugye, azért gyűjtöttem fát. Hát ez nem tudom, hogy az jó lesz-e itt nekem, gyerekek, mennyire lesz jó. Fakeret ugye, az kellene. Fakeretet mennyit tudok? 124-et, azt talán... Halljátok, mennyi ez? 12x12? Hát igen, annyi akkor kelleni fog. Nyomjuk neki. Hálózsákot akarok még azon kívül csinálni. Bár, lehet, hogy nem rakok le hálózsákot ide. Mert ugye... Lehet, hogy jobban járnék. Hogyha véletlenül meghalok, ugye beszpónolok a izék tetejére. A benzinkút tetejére, ha véletlenül meghalnék. Ugye ezt most fölösleges lenne kőből megcsinálnom, azért nem pazarlunk. Rengeteg kő kellene. És meg kell csinálnom még a bejáratot is. A bejárat az egy nagyon speciális projekt lesz. Ja, a bejáratot azt elég összetetten próbálom. Az egy ilyen dupla zsiriprendszeres dolog akar majd lenni. Lehet, hogy egy olyan fél órás részek elegek lennének, baza egy órás rész lett ezelőtt. Azért egy kicsit erős. Jó, ja, középre akkor egy kis épületet, ugye ami ilyen raktárszerű projekt lesz. Ugye az is föld fölött, semmiképpen föld alá nem megyünk. Esetleg majd bányát fogok kialakítani, de azon gondolkozok, hogy lehet, hogy az egy külső részen lesz a bánya is. Azért a második napon vagyunk, ugye a harmadik nap jön, egész jó haladunk szerintem. Csíván ki tudok alakítani egy nagyon brutál bázist ennyi idő alatt. Azért a... Illetve az Alpha 16-ban játszottam vagy egy órát, de azért azok a tapasztalat, amit ugye szereztünk az idők folyamán, azt tudjuk hasznosítani. Igen, és akkor ugye megint az lesz, követ kell gyűjtenem. Pillért azt, én más nem tudok, már csak mennyi pillérem van? 22. Jó, hát lehet, hogy kialakítom a... ...izét is. Bejáratot, a bejárat azon gondolkoztam, merre nézzen. Na szerintem, benzinkút fele fog nézni arra. És akkor kifogunk itt... Gyerekek, elég para. Az a baj, hogy ez... Nem vagyok benne biztos, hogy ez megvéd engem még. Mert hogy két szint kellett volna. Ha mindegy, mindegy, ez van. Mindegy, a bejáratot meg kellene terveznem akkor már, ha egyszer ugye vagyunk. Arra fog nézni a bejárat, kiárat. Kiszámoljuk ugye 2, 3, 4, 5, 6. Ez a hetedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itt lesz a bejárat. És az a baj, fára lenne szükségem. Nincsen valami, hogy fel tudnék bontani? Mivel fa lesz? Nem, semmi, mi? Egy darab fám van, hát ezzel nem sokra megyek. Egy fa kellene. Az a baj, fa kellene, mert ugye ezt be akarom... Hogy mondjam... Ugye nincs elég, nincs fám. Most felszedjek pár fakeretet a másik oldalról? Na, nem tudom. De mondjuk utána is meg tudnám csinálni. Csak nehogy az történjen, hogy ugye szétverik. És akkor ugye abból probléma lesz. Hát mindegy, megcsinálom a zsilip kapumat. Azt úgy terveztem,
hogy így, 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 és akkor dupla, lesz ott egy ajtó, és akkor lesz itt egy ajtó. És közte egy blokk. És ugye belátok, innen tudom ugye lőni, ütni, hogyha véletlenül beszabadul valaki, és gyakorlatilag itt lesz egy dupla, dupla zsilipkapu rendszer. Érti, remélem értitek, mire gondolok. Most azt a blokkot, azt nem ütöm ki onnan, de az lesz a lényeg, hogy ide lesz egy ajtó, oda lesz egy ajtó. Ajtót, scrap ajtót azt nem tudok csinálni, lehet, hogy üzenni kellene. Most ugye egyelőre nem fogok tudni, úgyse készíteni kohót egyelőre, meg vasat acélajtóhoz, úgyhogy vasajtó, sima scrap ajtók lesznek kettő, és úgy próbáljuk majd megoldani. Ha esetleg nagyon betörnek, akkor ugye kettő között még tudom írtani őket. Viszont ez lehet, hogy nem lesz hasznos hosszú távon. A fönti dolgot se akarom nagyon erőltetni. Föntre esetleg lehet, hogy rácsokat, vagy nem tudom, mit fogok megoldani. Sőt, nem. Már tudom, hogy fogom megoldani azt, hogy... Hogy fogom megoldani azt, hogy... Hú, basszus, ez... Nem tudom, hogy ez mennyire lesz jó nekem itt. Ezt ki kell cserélgetnem majd kőblokkra, nem, hogy az összezúzódjon. Ugye, hogyha súly lesz, és itt is kőblokk lesz az alap. Jó, hogy nem is csináltam meg, mert egy tornyot akarok készíteni. Amiről ugye, hogyha esetleg fölmásznak, akkor azokat is tudom ugye írtani. Egyelőre egy kisebb tornyot, utána meg egy nagy kilátó torony lesz. Oké. Álcaháló. Na, ezt is akarom egyébként csinálni, mert ez tök kis izé, poénos lenne. Szerintem mit lehet ebből csinálni? Hát, ezt nem csinálom meg, majd az lesz, hogy... De, de, csináljunk egyet, gyerekek, nehogy véletlenül majd meghalljunk. Jó, scrap az, lesz 7-12, abból megcsinálom a vasalkatrészeket. Arra fog nézni a bázis. És akkor majd lesz egy olyan rész is. Sőt, az lesz, hogy a kiáraton kívül szerintem egy lyukka farmont létre fogunk hozni. Oké? Okay. Ja, hát az van ugye, hogy reggel el kell vennem megint. Gyűjtögetnem mindent. A pilléreket azokat rakosgathatnám. Azon filózok, miért ne? Egy éjszaka is, ugye az... Akkor annyival kevesebb dolgom lesz. Elnézést! Remélem nem nagyon hallatszott be. Tüzedő gépőr. Kicsit meg vagyok fázva. Nagyszerű. Na ilyesmi lesz. Három magas lesz, utána lesz a mennyezetem. Nem tudom a mennyezetet hogy fogom megoldani, majd oszlopokkal esetleg. És akkor utána a mennyezet fölé, meg ugye ki fog törnyosulni egy torony, gyakorlatilag. Így nem kell ablak nekem, mindent belátok, ugye. És a tornyot is ilyenekből meg tudnám építeni, azon gondolkodok, hogy a torony is maga egy ilyen oszlopcsarnokszerű lenne. Kicsit ilyen görögös stílusú. Érdekes, meg ilyen így is melegen van. Ja. Ja, ládát is kell csinálnom, most egyelőre nem csinálok ládát, mert ugye legyen meg annak a pontos helye. Hetedik napra el kell készülnöm nagyon fullos bázisra. Sal. Ez fontos. Ja, kő kell, fa kell, és agyag kell, és akkor gyakorlatilag szerintem így a nagyjából meg is tudom el is tudom készíteni a bázist. Viszont ez a scrap megvan, akkor ajtó. Aha, ez bázis ajtó, ez rengeteg dolog kell, ezt nem nagyon fogom tudni csinálni. Hú, ehhez is sok dolog. Ez mi ez? Ez ilyen ízé csapda, azt a betyár. Na ilyet nem hiszem, hogy egyelőre fogok tudni csinálni. De várja, nem volt izé? Ja, fabiztonsági ajtó, aha. Ja, azt kell hozzá, és akkor azt tudom majd felupgrade-elni. Jó. Az a baj, hogy semmi fám nincsen. Lehet, hogy egy-kettőt így feláldozok, és megcsinálom az ajtót akkor közben. Éjszaka, ugye? Azt akkor ezt beszkreppeljük. Akkor elég lesz.
Kettő darabot akartam, ugye? Egyszerű. Jó, és akkor az van. Attól fél. Szerintem ezt cserélem most csak ki. Hát ez el leszek, amíg kiütöm. 500 durability, és ugye ezt fel fogom húzni én 1000-re, amikor kicsit befalazzuk. Vagyis bevakoljuk, azt felhúzza 1000-re. Utána ugye betonnal már föl lehet húzni, betonnál. Szóval ez egy jó folyamat, ugye, hogyha csinálsz egy ilyet, akkor utána felhúzod agyaga, utána meg betonnal, és utána meg esetleg még be is vasolhatod. Hogy van kedved, meg lehetőséged. Igen, ez lehet, hogy így lesz. Oké. Okay. Ja, fa... Jú, először fa kellett volna. Na, bazd meg. Ezt tudom, hogy ez egy kicsit olyan gáz, hogy én most ezt felszedem, de... Kevés a fa. Igen, és most jöhetne az a cél. Ami nincs. Nem gond. Ide meg ugye kéne egy kőblokk. Hogy mégse ezek a pillérek ne ott álljanak. Azokat mindenképp ki kell cserélnem, szóval abba bízok, hogyha összekötöm őket fönt. Esetleg akkor, vagy ezt lehet, hogy már elcsesztem. Sőt, ezt szerintem elcsesztem, na mindegy. Oké, és még egy magasság kell. Még arra egy magasság. Jó bázis lesz ez. Bízom benne, hogy működni is fog. Ijászkodni tudok 1000-rel kifele. Hogyha nagyon nagy szar van, akkor még egy belső toronybázis lesz, ugye. Az is elég nagy alapterülettel. Kis tetővel, ugye mindenki... jó lesz, ez tetszik. Oké, csak nem tudom, miért van ilyen rohadt melegem. Na mennyi van? Na hajnali 2 van, úgyhogy mindjárt. Megoldódik, addig kifújom az orrom, ne haragudjatok, hogy betegeskedek itt. És a fakeretet kéne fejleszteni, most már azt írja. És akkor ugye faladnánk előre. Nincs annyi fám, hát kell bőven még belőle. És oldalra azt gondoltam, hogy csinálunk rampát körbe, ugye, hogy minél kevesebb esélye tudjanak befúrni. Valószínűleg nem is fognak, mert ugye fölcsúsznak inkább a rampán. Körbe-körbe, ott meg ezért valamilyen árkot fogok készíteni, amiben csapdák lesznek végig. Szóval, hogy jönnek, akkor folyamatosan sebződjenek is. Nem tudom, egy 3-4 blokk szélességnyi csapdát. Kicsi híd átvezet majd oda, ugye középen. Hát, ja, ott is valami olyasmit kéne, ilyen csapóhajtószerűt. Jó lenne, már reggel lenne. Ja, ezeket ki kell cserélni. Szerintem kiveszem, akkor le fog ez zuhadni, úgyhogy ez... Ez már itt veszed fejsz, ezt a 4-et nem kellett volna ide leraknom, de annyi baj legyen. Viszont akkor... Várjatok? Szerszámot sem fogok tudni csinálni, mi? Nincs fám, de jó. Csak még egy kőbaltát, kicsit átrendezem a dolgokat. Ezt meg javít. Okay. És akkor ezeket tudom használni. Egy kőásó még jó lenne. Amit már nem tudom, mert hiányzik a fa. Egy darab ilyen szart. Gyerekek, ne arra úgyatok, hogy ezeket így felszedem. De... Még egy kell. És akkor egy kőásót még csinálok. Jó. Oké. Okay. Még mindig nem néztük meg azt a tudom, azt a barlangot, amit annyira akartam. Izékel. Aloe. Jó. Kell szerezni egy csomó. Tök jó zombis. Olyan izé, olyan melegítő van. Na, hogy szerzük ruhákat, akkor egy kicsit jobb dolgokat tudok. Vajátok, ebből klódból nem tudok csinálni valamit? Hol volt? Receptek. Nem nagyon. Ruhákat meg kéne nézni, ruházat. Ugye, szalmakalap az jó, az megvan. Olyan, amelyik ugye... Hát, amit craftolni tudok, azok nem olyan jók fejkendő.
Videójárás, hát ez lehet, hogy ugye még hűsítene. Még egy klotot kéne csinálni. Nem tudok klotot. Ezt nem lehet, nem lehet, fú, ezt elfelejtettem. Jó, 3-13-mal, úgyhogy mindjárt húzhatok. Attól félek egy kicsit, hogy ez lesz egy gyenge pont ez az ajtó. A bázis készül, a bázis. Jó, első dolog, akkor már be is jelölöm, ugye agyag lelőhely, az mondjuk az pont. Pont. Jó lenne az, ami ott volt, ugye? Megy fel a hőmérséklet, jó. Ja, agyag az sok kell. Tűnj el innen, kaktusz. 31, mindjárt meg vagyunk. Ezek nekem ezek nem kellenek. Halója viszont kell, mert már megint sebződik össze-vissza Keeper. Meg majd vadászni is kéne. Oké, hát sivatagban egy kicsit meleg van, az probléma. Jó, húzókorok talán nem találkozunk zombival. Látok. Csináljunk egy-két krémet. Na jó, most majd jöhetnek. Azt nézem, hogy ezzel se szedi lassabban, mint a fémmel. Viszont az történt, hogy a fémmel marha gyorsan fáradtunk. Ezt nem nagyon értem, de jó van. Hol van az izé? Mi van megjelölve, gyerekek? Hát nem a... Ja, itt ez az, ez már az. Jó. Jó. Agyaggyűjtögetés. Ezerrel. Jó, hát nem tudom mennyit, sok kell mi? Francia ugye meg nagyon sok kell. Mondjuk annyira túl sok már nem, de azért kell. Nem tudom mennyit szedjek, olyan lassan szedi. Mert csak ezt elhasználom. Csak azért, hogy ne ilyen minimumon legyen ez. Hiszik? Érdekes, hogy a sivataginek tűnik ez a föld, aztán mégse az. Jó, követ is kell gyűjtenem, fát is kell, és meg még több dolgot kell, hogy rohadj meg. Gyorsan. Kár, hogy nem nincs ilyen, hogy tudsz lootolni, mit tudom én, ládában van 5000 fa. Szerintem fa az ott van. Ott van egy ház. Agy, bazd, egy csomó mindent csinálnék ám. Csak az a baj, hogy ezt kell csinálni, mert akkor meg nem lesz semmi belőlünk. Kő. Jó, jön a kő. Meg közben akkor kraftolunk. Mindig elfáradunk, akkor kraftolunk, oké? Szépen beosztjuk. Ügyesen.
Oké, okay, kraftolás. Macskakő. Az a nyár picsáját, bazd meg, de megjettem. Úristen. Ajjaj, de megjettem. Van öt izém. Még egy junior is beizébe bolondul. Ja, nem, sok van, nem. Anyádat. Ijeszteges, bazd meg, vasnyíl. Szétszedem. Azt a rohadt életem. Tele vagyok szar hülyeségekkel. A kő, a kő, a kő. Egyetlen követ az hova rak... Ja, nem, ja, azt azóta szedtem, jó. Tojás, van itt minden, mind a bucsúba várja. Szétszedem. Eldobom, most egyelőre nem fogunk fát ültetni. Ah, betyár! A macska követ kell rengeteget gyártani, az a lényeg. Ezek... ezek nem csinálják semmit, ezek az újabb, ezek az zombik, hanem tök halkak. És az utolsó pillanatban nyekeregni. Jó, most léptem szintet, jó, újabb fegyver. Vagyis újabb izéket tudok csinálni, jó. Mindjárt ezt megcsináljuk majd akkor, amikor pi van. Jó, nézzük. Ez az, ez az, ez az. Valami köcsök hörög, ott jön. Kigyó, bazd meg, mi a szar? Mázzal nem is látta még ilyet. Kegyó is van a játékban. Megcsip, meghoz. Ház. Nem bírjuk ki, hogy ne nézzük meg, mi, hogy rohadjon meg. Vagy mi a sátor? Van itt fa is. Meg kűj. Jó, ezt kilutoljuk. Nem bírom ki. Havas helyen is szívesen letáboroznék már egyébként. Az is érdekes lenne. Jó, ilyenkor lootolok mondjuk, amikor pihenés van. De baj, fullon vagyok, ott egy buzi. Te! Meggyógyult a lábunk közben egyébként, azt nem tudom észrevettük-e. Ezek miért ilyen gyorsak? Nem voltak ezek ilyen gyorsak. Miért lövök ilyen bénán? Ez is egy jó kérdés. Oh shit. Jó, szuper. Közben akkor csináljuk a bagyaszatót. Nem lesz helyem semmire, bazd. Akkor ezt... Nem kell ilyet, nem fogok elrakni, most már jobban gyártatok. Már inkább a szétszedet kellett volna választani. Tudom! Szóval az utolsó lövelék fejbe váglak, bazd meg. Nem is olyan rossz ez a közelharci fegyver dolog. Gányás hulló a gyerekek, nagyon szuper. No 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 no. Nyilvessző 14, de vér 14? Kő kevés vagy mi kevés? Ah! Jó vagy meg. De jó bírod, bazor! Pompollá egy baze!
nem adja jobban a fart, de jó lenne. Aj, mindent gyűjteni kell ebbe a játékba. Ezt a sátrat meg elbontom, lesz belőle csomoklót. Majd mindjárt várja. Mondom. Figyeljetek, fizika. Szíje hullott. És ilyenkor csak össze kell szedned, ugye? Az a király. Tudok be álcahálód vagy bármit. Ebben meg micsoda van, nem kell. Szétszed. Izeljünk, lomizzunk mindent össze, ugye azt ne felejtsük el. Műanyag. Na jó, legyen. Izékkel mindenképp, most már fa. Nagyon sok minden kell, csak megint tüsszentenem is kell. Jaj, elnézést! Ja, fa kell. Kell fa. Meg akarom csinálni a padlót, mert különben nem fogom tudni csinálni tovább a izét. Aj, bazze, nagyon sok minden kell, nem bírom ezt így. Ne használjuk a szelszámokat, széttörjük őket. Ez nem valami jól adja a fát, vagy jól adja? Nem tudom elképzelni most már. Szerintem annyira nem mind a rendes fa. Jó, menjünk. Szóval kell, muszáj csinálnom is valamit. Ez viszont jól adja. Kéne egy rövid gatya vagy valami még. A szemét. Jó, klotom az biztos lesz annyi, mint a sár, most már látom. Köcsög, Jani. Jó, itt hagyom, nem foglalkozok vele most. Hát, hogyha lesz nála valami jó ruha. Amelyik hűt. Most abba bízok komolyan. Hol van a kecóm? Melyik dombom, baze? Jó, ott jó. Megnézzük ennél is. Hát, hogyha ruha, a ruhára nagyon fáj a fogam. Farmer nadrág, ez nem jó nekem. Eny viszont kell, ez pont jó nekem. Ez eny az izének, a ragasztószalagnak, láttam, az kell. Mondj, gyerekek, menjünk a kecót, azt csináljuk egy kicsit. Hogy tudjak ládát lerakni, ugye nem tudok lootolni. Csak ahhoz, hogy ugye a ládát meg tudjam csinálni, legyen padló, mert különben az is érdekes lesz, ha nem lesz. Hát, várjál! Ez nem izé? Nem agyag? Nehogy nem, ez egy agyaglelőhely. Aj! Viszont ilyen közel meg nem akarom szétcseszni a területemet, érted? Ezt úgy rül elleném. Oké, gyerekek, ez viszont király, hogy itt meg vagyunk. Jó, a izét kell megcsinálni, hogy a belső tér, az kb. Mekkora legyen, mindenképp kell akkor térkőblokk. Ugye? Térkőblokk. Mennyi? Térkőblokk az kell, hát annyi nem tudom, hogy kell-e. Ki kell számolni, hogy mennyi kell. Mindegy. Ha ki kell számolni, hogy mennyi kell, mennyi legyen a belső rész. Belső torony mekkora legyen, az a kérdés.
Mondjuk 3, és akkor negyedik. És akkor 3, akkor negyedik, akkor olyan pici lesz. Az nekünk elég lenne? Belső toronynak? Hát elég lenne, ugye? Akkor 4, 4 izényi kell. Így. 4, és akkor ide is kell 4. Akkor kellene néhány fakeret. Mondjuk kellene most kapásból szerintem egy 20 biztos kell. Ha nincs helyünk, jó. Hálózsákot lerakom most már ide. Az íjamat eldobtam. Hálózsák ott van, íj ott van. Nincs hely az íjnak. Basszus, megint fújhatom az orrom, bocs. Jaj, csak ne jöjjön horda, vagy ilyen izé, mint ezelőtt. Te egy lyukkal ezt megeszem. Na, fakeret. Úgy gyerekek, nem egyszerű az élet, mi? Ugye izéig kell elvenni. 1, 2, 3, 4. Akkor itt is ugye 4 legyen. Itt 4, 4 van. Itt pont 4 van. Így. Ott is 4 van, akkor gyakorlatilag itt lesz az alapja a toronynak. Úgy. Itt lesz az alapja a toronynak. Tehát ide kell oldalanként 5, 5, 10, meg 10, 18 darab blokk. 18 darab térkő blokk elvileg. Ami szuper, hogyha meg lesz. Jó, oké. Okay. Mennyi fánk maradt? 60 darab fánk maradt. Akkor abból tudok upgrade-elni. Most már, majd körbe-körbe. Össze mondjuk akkor legyen a... Mennyit viszel? Négyed? Először itt körbe akarom csak, meg ennél jobban nem akarom felupgrade-elni, ennek nincs védelmi funkciója, hanem csak ugye ennek annyi értelme van, hogy ezen járni fogunk. El is fogyott a fám, hál' Isten, ezt felvesszük. Viszont van már kőblokkom. És elszámoltam magam, nem baj. Nagyon szuper. Oké, ez lesz. Belőle ugye megint csak izé lesz. Jó. Király. Hú. Oké, gyerekek, fát kell gyűjtenem, meg akkor a külső részt kellene ugye erősíteni még. Azt hiszem annak van is üzem alkotó elemem még. Úgyhogy készítheti közben 9 darabot. Ja, meg viszont ezt is itt le kell cserélni, úgyhogy az is cserés lesz itt. Miért nem tudja fölvenni? Ja, mert nincs helyem. Hú, meg kizét is kell csinálnom egy ládát nagyon hamar, mert ez itt szörnyű, ami itt folyik. Ládák mondjuk akkor lesznek itt a hátsó részen. Talán nem verik szét, de egy szekrény részszerű dolgot csinálunk. Ja, fa kell, gyerekek, fa kell, és az ott a kiégett földön lesz szerintem leginkább. Ajajajajaj, de annyira baz, annyira nincs helyem semmire. Jó, hát akkor a ládát ezt ide kell csinálni, csak ugye kell agyifa, hogy egy ládát tudjak csinálni. Aztán már akkor mindjárt meg is szabadulunk egy csomó dologtól. Keressünk agyifát gyorsan. Aha, igen, ezt sem veszi fel, jó. Tudjátok mit? Úgyhogy ez mindjárt meg van oldva. Oké. Viszont azon filózok. Ajaj, ajaj.
Jönnek a zombik. Zombi horda, és én nekem most erre nagyon nincs szükségem, hogy egy zombi horda jöjjön, gyerekek. És ezeket elcsalom a faszba. Úgyhogy ezt mondom. Ez kiszolja, sokan vannak már megint, hogy rohadjanak meg. Jó, egy kicsit csalom őket, közben szedünk fát. Ezt majd leakasztom őket. Ah! Nincs rá szükségem, hogy most ezzel húzzam az időt. Nem azért, mert parázok tőlük, mert meg tudnám ölni, de... Ugye gyakorlatilag eltérítettem őket, amint látjátok. Igen, és megyek is fát szedni, az lesz a legjobb. És már van annyi helyem, hogy tudjak gyűjteni fát. De nem kis pályázba szedjük a fát, hanem elvegyünk akkor oda. Oppa! Elfézek. Mennyi ízeig van tólunk szerint? Ó, van majd 250 tólunk, jól van. Jukka és aloe ültetvény lesz. Elmegyünk rendes fa ültetvény, vagy fához. Oda a kiégett földre, azt onnan szedünk. Igen, tudom, hogy ott van egy zombi. Jó, legyen bőven fa. Ezt ugye magokat akkor ezután nem fogom elszólni, hanem akkor ültetjük őket. Ezeket meg szétszedem. Rájöthettük, hogy ezek semmit nem használnak itt. Meg ugye... Új. Eszközöket fogunk gyártani majd. Valami hörgés van. De pörgök, mint a bugocsiga, hogy lássam meg őket. Ott van egy a távolba. Ja, az atlétik a képessége, az fejlődik, mint az atom, az jó. Ennyi fánk van. 130, ugye ott jön egy kúszó zombi. Vajon 131 fasz semmire nem elég már megint. Viszont arra elég lesz, hogy csinálok. Ezt már jártunk. Arra elég lesz, hogy csinálok én. Ládákat is lesz helyünk legalább. Jó, menjünk haza. Menjünk haza. Hát igen, próbálkozunk, fejlődünk. Valami csak lesz itt. Ebből a bázisból. Hát az a baj, hogy már a harmadik nap, és gyakorlatilag két napom van vissza. És itt már mindenképp itt akarom túlélni ezt a projektet majd. Hoppá, ez, pont ez is tönkre ment ez a szerszám. Jó, és akkor ezért kell csinálnom. Alap. Elvileg most már ez már jobb minőségű lesz. Jaj, nem raktam azt még el a pontot. Jó, mindegy. És kell egy fakeret, persze. Fakeret. Oké. Okay. Ez az. Akkor jöhetnek a ládák. Nagyon filózok. Nem nagyon vagyok oda azért a gondolatért, hogy a ládákat ide rakjam le. Mindegy, egy ládát mindenképp kell csinálni, mert ez így nem lesz jó nekem. Egy ládát csinálunk, ezt lerakjuk ide, és egyelőre. És akkor azt majd ezt el fogom távolítani, és máshol lesz. De ez így nem állapot az a gyerekek, hogy itt minden, ezt visszaszedjük. Minden retek. Nálam itt van, amíg gyakorlatilag full nem kellenek egyelőre. Ez maradhat. Ez nem kell. És tudom fel, még a izé tetején is vannak cuccok. Jó, egyelőre, akkor jó ez. Oké. Okay. Ja, melege van. Oké, okay, hát ezt építenem kell tovább. Az a szitu van.
Viszont 12:00, szerintem elbúcsúzok, srácok, és akkor innen folytatjuk. Köszi figyelmet, csubi!